A magyarság különleges kapcsolata a patronájával, ezt bizonyítja a kassán nyílt Boldog Asszony kiállítás. Jazz, blues és soul a műpában. Új formációval újra színpadon Thomas Questhoff, a legendás német bariton. Nemzeti hagyományok és a tabula rasa, Kodály és Ligeti zenéje inspirálta a Bozsi Kivett Társulat legújabb bemutatóját. Több ezer szeg egyetlen alkotásban Markus Levin, angol képzőművész, szegekből készült munkáit is bemutatja az Art Market Budapest, ami Magyarország legnagyobb kortárs művészeti fesztiválja. Szegek, kalapács és fatábla. Mondhatni nem megszokott technikával készült alkotások az Art Marketen. Markus Levin szegeket ver be kalapáccsal a táblába úgy, hogy a vonalakat, árnyékolásukat a szegek helyzete adja ki. A művész alkotásai között megtalálhatók portrék, nonfiguratív alakzatok, de még szobrok is. Az angol alkotó most először állítja ki munkáit Budapesten. Érdekesnek találtam azt az elképzelést, hogy valami éles és szögletes eszközzel mutassak be egy finom témát. Tudja, az én absztraktjaim kimondottan lágyak, nagyon nőiesek. És ezt akartam elérni, hogy az emberek, mikor megnézik ezeket a képeket, azt mondják, hogy milyen finom, lágy képek, és amikor közelebb mennek, akkor jöjjenek rá, hogy ezek durvák és szögletesek. Az Art Market Budapest vásárt 2011 óta rendezik meg, ami mára egy magas művészeti fesztivállá nőtte ki magát. A Millenárison zajló rendezvényen 25 ország mintegy 500 képzőművészének több ezer alkotását állítják ki idén. A szervezők egyik célja, hogy kevésbé ismert alkotók munkáit is bemutassák a művészetkedvelő közönségnek, köztük Markus Levin munkáit is. Egy olyan technikai megoldással dolgozik, ami egyedülálló a nemzetközi képzőművészeti életben. Tehát ő például kifejezetten jó példa arra, hogy hogyan és milyen módon, milyen tartalmakkal igyekszünk mi unikálissá, érdekessé, különlegessé válni. A rendezvényen minden évben részt vesz egy város vagy egy ország. Idén Izrael a díszvendég. A tervek szerint jövőre a visegrádi négyek országai lesznek az Art Market Budapest díszvendégei.